Megpróbáljuk a bennünk levő tehetséget arra használni, hogy megmutassuk, milyen nagyra becsüljük az előttünk járók eredményét, és hogy ehhez hozzátegyünk valamit a magunk részéről. Engem ez vitt előre. Ha csak ülsz és figyelsz, észreveszed, milyen fáradhatatlan az elméd. Ha megpróbálod lenyugtatni, az csak ront a helyzeten, de egy idő után mégiscsak megnyugszik, és amikor ez megtörténik, képes leszel arra, hogy egészen finom dolgokat is meghaj. Ez az, amikor intuíciót kezd kibontakozni, és kezded a dolgokat sokkal tisztábban látni, és kezded sokkal inkább a jelenben élni. Az elméd szép lassan lelassul, és a pillanat hatalmasra tágul. Sok olyat meglátsz, amit azelőtt nem láttál. Ez az elmélet. Ezt kell gyakorolni. Ki kell derítened, hogy mi az, amit szeretsz. Ez ugyanúgy igaz a munkára, mint a párkapcsolatokra. A munkád tölti ki az életed jelentős részét, ezért ha igazán elégedett akarsz lenni, hinned kell benne, hogy jó munkát végzel. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha szereted, amit csinálsz. Ha még nem találtad meg, keresd tovább, ne add fel. Mint az a szívügyekkel is lenni szokott, itt is tudni fogod, hogy mikor találtad meg az igazit. Az elmúlt 33 év során minden reggel belenéztem a tükörbe és megkérdeztem magamtól, ha mai lenne az életem utolsó napja, azzal szeretném vajon tölteni, amit ma csinálni fogok? És valahányszor a válasz túl sok napon át volt nem egyhuzamban, tudtam, hogy valamin változtatnom kell. Az időd véges, úgyhogy ne vesztegesd el arra, hogy valaki más életét éled. Ne engedd, hogy mások véleménye túlharsogja a saját belső hangodat. De ami a legfontosabb, legyen elég bátorságod a szívedre és a megérzéseidre hallgatni. Ők valahogy már most is tudják, mivé akarsz válni valójában. A tudat, hogy hamarosan halott leszek, a legfontosabb eszköz, amely segít meghozni az élet nagy döntéseit. Mert csak nem minden, minden külső várakozás, minden büszkeség, minden megszégyenüléstől és bukástól való félelem szerte foszlik a halál színe előtt, csak azt hagyva meg, ami igazán fontos. Annak tudata, hogy meg fogsz halni, az egyik legjobb módja annak, hogy kikerüljük azt a csapdát, hogy azt gondoljuk, van vesztenivalónk.